Szia! Sztorik Dániából sorozat, 2 éve volt az utolsó videóm. Ebben a videóban nagy vonalakban elmesélem, hogy mi történt az elmúlt 2 évben, amíg így nem voltam. És beszélgetek egy kicsit úgy a dán árakról, hogy mi a helyzet úgy most nagyjából 2023 nagyon végén, mert ugye 30-a van ma. Ha a videónak csak az a része érdekel, ami Dániáról szól, akkor ugorj nagyjából ide. Na de vágjunk is bele. Na hát mióta nem volt videó, azóta volt 3 munkahelyem, elkalandoztam egy kicsit az autószereléstől, nagyon elkalandoztam az autószereléstől. A mai autószerelés az leginkább alkatrészcsere, meg szervíz, olajcsere, stb. És ezt nem tartottam elég érdekesnek. Szóval, amikor a legutolsó videót csináltam, akkor valószínűleg a Szavónál dolgoztam. Leginkább egy trailer felépítő cég, meg nagyon sok plató, tarukat építenek, és rengeteg lakatos kovács munka van náluk, és hát ott voltam, mint felépítő, hegesztő. Csak aztán sajnos az a részleg, ahol én dolgoztam, az bezárt, átvettek ugyan egy másik részleghez, ahol darukkal dolgoztam, de ott egy pár dolog miatt, ami nem tetszett, hamar fel is mondtam, és átmentem a Loxamhoz. A Loxam az egy hatalmas munkagépkölcsönző cég, egészen kicsi lapvibróktól 8 tonnás markológépekig minden megtalálható volt ott, és az én feladatom az volt, hogy ezeket szervizeljem, valamint ha kölcsönzés közben meghibásodás történt velük, akkor kimentem egy szervizautóval a helyszínre, és megpróbáltam ott megcsinálni. A legtöbb esetben sikerült. Itt is majdnem 1 évet dolgoztam, szerettem is nagyon ezt a helyet, a munkakörnyezet nagyon jó volt, egy kicsit messzire volt onnan, ahol most lakok, de a legnagyobb baj az volt, hogy megint csak nem volt elég kihívás. Legtöbbször apró gépeken szervizt és rutin feladatokat csináltam, olajat cseréltünk szűrőkkel. Nem éreztem azt, hogy ez elég lenne nekem, és szerettem volna más irányban, vagy másfajta pozíciókban is kipróbálni magamat. Így jött az ötlet, hogy autószerelő műhelyvezető szeretnék lenni, vagy legalább egy ilyen beíró, alkatrész, beszerző, tehát az adminisztratív része egy autószerelő műhelynek. El is kezdtem keresgélni, és nem sokkal később találtam egy helyet, ami ugye nem egy autószerelő műhely volt, hanem egy mezőgazdasági és építőipari gépekkel foglalkozó cég, ahova föl is vettek. Ez a cég az Empa Olson Lőma volt, és oda kerültem, mint alkatrészbeszerző. Kezdésként annyi volt a feladatom, hogy én rendeltem az alkatrészeket különböző helyekről, amiket a szerelőknek be kellett szerezni. Aztán nem sokkal később megkaptam 2 részt a raktárból, és akkor a raktárt is nekem kellett feltölteni és optimalizálni. Nagyon sok IT-s dolog volt, amit optimalizálni kellett, mert mivel hogy egy kicsit öregebb cég volt, és az emberek hozzászoktak ehhez a papírtól ceruza alapú dolgokhoz, ami iszonyatosan lassú, miközben az egész cég átállt egy ERP rendszerre, sok IT-s tudásomat, ötletemet ott hasznosítottam. Valamint miután kiderült, hogy videóvágásban is elég nagy a tapasztalatom, elkezdtem reklámvideókat és marketinganyagokat is csinálni nekik. Ez nagyon érdekes volt, mert végre egy adminisztratív pozícióban voltam, és nagyon sok minden volt rám bízva, ami végre elég nagy kihívás volt. Nem volt egy tipikus munkanap, volt olyan nap, hogy csak videót vágtam, volt olyan nap, hogy csak alkatrészeket rendeltem, volt olyan nap, hogy csak dataanalizációval foglalkoztam. Sajnos kevesebb, mint 1 évvel azután, hogy felvettek, kiderült, hogy a cégnek túl nagy a kiadása, tehát muszáj voltak az én pozíciómat, ami egy úgymond egy kényelmi pozíció volt nekik, törölni, ezért az a munkahelyem is megszűnt. Azóta annak a cégnek a jóvoltából felmondási időben leraktam targoncás jogosítványt, teherautó jogosítványt, és azóta keresgélem azokat a munkahelyeket, amik egy autószerelő műhelyben lennének adminisztratív munkák. Bár így az év vége felé nem túl sok a lehetőség, meg egy kicsit szerencsétlenül is jött ki egy pár állásinterjúm, de ez egy hosszabb sztori. Szóval itt a munka részéről. Hol vagyok most megtalálható Dániában? Szöndejüllenden vagyok, egy kicsi faluban, Sönderhügumban. Egy jó barátom mondta nekem, aki már régóta ismer, hogy neked minden alkalom valamikor találkozunk, legalább új munkahelyed van, és legalább egyszer elköltöztél. És ez nagyjából így is történt. Egy kisebb város faluból költöztünk el ide, annak idején még 3-an, azóta már én egyedül élek itt, mert az eddigi lakóhelyeim közül, amiket béreltem, mindig hiányzott az, hogy legyen egy kis garázsom, ami nem csak 18 négyzetméter, és ne legyenek szomszédok, akiket zavarhatok este, mondjuk amikor a versenyautót építem. Meg az autószerelés sem engedtem el teljesen, itthon szoktam dolgozni. És hogy miért? Hát régen az autószerelés egy hobbim volt, mostanra meg nem tudom, szeretem szopni a fal. Ám igazából nagyon sokan számítanak a munkámra, és még mindig egy kicsit szeretem, csak nem csinálnám már ezt napi szinten. Persze itt nagyon el akarnak küldeni autószerelőnek, mert hiány van belőle, de szerencsére itt megértik, hogy én ezt most már így nem szeretném mindennapos szinten. Valószínűleg az is hozzáadott a dologhoz, hogy azért 7 éven keresztül megállás nélkül dolgoztam autókon. Dolgoztam a munkahelyemen, dolgoztam délután, hogy legyen extra pénz a driftre, dolgoztam a drift autón, ami végül is autószerelésre egy kicsit fancybb, és dolgoztam vontatóautón, hogy tudjam transportálni a versenyautót. És voltak olyan hónapok, amikor 3-4 órát aludtam, és 70-80 órákat dolgoztam autókon hetente. Szóval lehet, hogy egy kicsit kiégtem ebből a szempontból,
Sajnos több szempontból is. Ez egy külön videó lehetne, hogy a mentális egészségem lényegesen romlott. Nagyrészt az, hogy túl sok mindent akartam mindig csinálni. És annyi mindent szerettem volna elérni egy napba, amit nem lehetséges. Kicsit hozzásegített egy toxic ex-barátnő is, de azzal már nincs gond, barátom elvitte. De most már kifele jövök ebből az egészből, és pozitívan állok hozzá a jövőhöz, ami nem ugyanolyan fekete, mint a sapkám. Szóval a műhelyről már beszéltünk, ennek örülök, hogy ez itt van, ilyen volt, ilyen lett, 35 négyzetméter lehet? Sajnos egy lift nem fér el, viszont ezt a lakást én még mindig bérlem. Tehát az egész műhely csak úgy épült, hogy nagyjából úgy a legolcsóbban hozzuk össze, csak legyen egy szélvédett hely és ne ázzon be, mondjuk ennek ellenére beázik, de ez egy másik sztori. De végre itt már van helyem a ház körül, ahol lehet a 120 gumim, a versenyautóm, ami döglött, barátom döglött projektautói. Azért jó, hogyha az embernek van ilyesmire helye, mert ez kell. Miért azt nem tudom, de kell. Viszont lett egy saját cicám. Tehát, hogy nem kölcsön. Klács a neve. Ugye magyarul kuplunk, mert hogy műhely cicának indult ez az egész. És nagyon szeretem műhelyben is lenni, hogy most már azért inkább jobban szeret bent a melegben. Enni és pihenni, meg még kicsit enni, meg pihenni. Hát cica. Aztán amikor kiengedem, akkor sétál ilyen 7,5-8 kilométert naponta. Nagyon cuki, imádom. Mégsem vagyok így teljesen egyedül ebben a nagy házban a jövőképemmel. Ami még nagy változás volt nekem, hogy idén februárban elhatároztam, hogy egy évet kihagyok a driftből. És ezt azért, mert megállás nélkül csináltam 7 évig, el is értem nagyon sok szép eredményt, de az utóbbi 2 évben már elég nehezen vettem rá magam, hogy kimenjek a műhelybe, és versenyautót építsek, vagy kimenjek a műhelybe és keresek extra pénzt, hogy versenyautót építhessek. Azt vettem észre, hogy vagy azért dolgozok, hogy legyen pénzem a driftre, vagy azért dolgozok, hogy legyen pénzem a drift autóra, vagy a drift autón dolgozok, vagy videókat vágok a driftről. De hát nagyjából nem nagyon volt más az életemben, mint a drift. És szerettem volna más dolgokat is kipróbálni, és csak pihenni. Már csak stressz volt az egész, de jót tett ez a pihenés. Arról nem is beszélve, hogy tavaly június végén felrobbant a driftautó motorja, azt már kivettem, és beszereztem egy újat, itt áll ezen a motortartón nagyjából lassan egy éve. Az előző motor is 3 évig bírta, úgy, ahogy én használtam, az egy nagyon nagy szó. Én azt hittem, hogy nem is fogok kimenni a drift versenyekre. Mi keresni való lenne ott driftautó nélkül? Jó, persze lehet nézni, de azért az olyan, amikor kim vagy 7 éven keresztül minden egyes dán versenyen és eseményen, és ismernek, és szeretik, ahogy vezetsz, az egy nagyon nehéz dolog azt úgy elengedni, és kimenni csak nézni. Aztán többen hívtak. Hívtak, hogy menjek ki, tanítsam őket, legyek tréner, segítsek az autó beállításával. Sok minden miatt kerestek, és úgy voltam vele, hogy oké, végül is miért is ne, ha van valami célja annak, hogy kimenjek, nem csak állok ott és nézek, mint mindenki más, akkor kimegyek. Kimentem, és ú, de jó, hogy ezt tettem. Az egy dolog, hogy tanítottam egy pár embert. De nagyon sokan jöttek oda, hogy nem akarsz menni az autómmal? Mert látom, hogy neked most nincs, és menjél vele nyugodtan. Kölcsön adták. Mondom, mi van? Versenyautót kölcsön adni? Azt a mindenit, nekem? Idélyes benne? Csont turbo, 100 kiló turbo. Azért, hogy mondjam el, hogy mit gondolok az autóról, hogy meg lehet-e vele azt csinálni, amit ők szeretnének, és a legtöbb esetben meg lehetett, csak kellett egy pár tipp és trükk tőlem. Azon kívül speaker is lehettem. Driftnek a nu? Azt a Miguel Spanner, 15 år, és akkor han drift. I kan bare se, den der super, det kommer bare fuldstændig silens i den der sving. Han kan bare finde ud af det. Altså, jeg kan huske, når jeg var 15, jeg fik min første cykel, og jeg var glad for, at jeg ikke valgte den med den.
És akkor mehet Brazilian Spend Shopra. Aztán eljött a DHB, Dániában a legnagyobb drift verseny, ahova én jelentkeztem bírónak. És elfogadták a jelentkezésemet. Tehát a semi-pro és a pro kategóriában én voltam az egyik pontozó bíró a három közül. Ez egy hatalmas dolog volt nekem, hogy 8 és fél éve vagyok Dániában, kb. 7-8 éve driftelek, és annyira elismernek és bíznak bennem, hogy egy ilyen szintű pozíciót megkaptam. Ez hatalmas dolog volt nekem. Szóval örültem neki, hogy kihagytam egy évet. Bár mondjuk most már azért szívesen driftelnék a saját versenyautómmal, csak hát előtte vár még egy 50 óra munka, hogy ez kész legyen. Fú, mi történt még ezen kívül? Meghíztam. Ezen kívül még az történt, ami miatt a YouTube-ot hanyagoltam, mert elkezdtem TikTokra tartalmat gyártani. Dánul. Miután az első dán videómat megcsináltam, és több mint 100 000-en megnézték, vérszemet kaptam. Mert ugye a YouTube-on van egy jó pár videóm, aminek van jó pár ezres megtekintése, de ahogy nem tudom beletenni az összes időmet a YouTube-ba, hogy ebből legyen valami komolyabb is, így sose lettem nagyobb a YouTube-on. Csak úgy így voltam. Persze, akik Dániában vannak, sokan ismernek, sokan azért jöttek ki, mert az én videóimat nézték, ami rohadt jól esik, amikor jönnek és mondják, nagyon jó. De az instant, hatalmas reakció, amit a TikTokon kaptam, ráadásul dánul, az annyira bevonzott, hogy elkezdtem oda tartalmat gyártani. Szerintem csak pár hónapja csináltam, amikor elkezdtek az emberek megismerni az utcán. Ami nekem olyan fura érzés volt, mert miért? Oda jöttek, hogy nem te vagy az a srác a TikTokról, aki versenyautót épít? Hát mondom, van egy pár ilyen srác, de lehet, hogy én vagyok. Igen, igen, te vagy, és sose hagyd abba, és nagyon jó, meg vicces, amit csinálsz, meg tetszik, meg tök jó követni a versenyautóépítést. Jó, az utóbbi időben mondjuk a kreativitásom alacsonyan volt, nem igazán gyártottam sehova tartalmat, de viszonylag rövid idő alatt elértem 11 000 követőt, ami TikTokon kb. Semmit nem jelent, mert mindig új emberek nézik meg a videóidat, de átlagban ilyen 10-20 000 ember megnézi a videót, reagálnak és tetszik nekik, mosolycsalok az arcukra, és ez a lényege, ezért csináltam mindig is a videózást. Szóval ezek történtek az utóbbi két évben, lehet, hogy ez egy kicsit hosszabb bevezető volt, mint amit terveztem, de ahhoz képest egész összefoglaltam ezt a két évet. Most térjünk rá a mai témára, Dániában az árak. Hogy alakultak az utóbbi két évben? Két évvel ezelőtt csináltam egy összehasonlító videót, ahol elmondtam a dán árakat, 2018-as állapot, ez most egy teljesen más, ez most csak egy kicsi összefoglaló lesz arról, hogy mi a helyzet most itt Dániában. Azt már itt is lehet érezni, hogy nem olyan, mint mondjuk 2-4 évvel ezelőtt volt. Sok embernek nehéz. Én nem mondanám azt, hogy nehezebb, mint Magyarországon, de mivel már nem éltem ott 8 éve, nem tudom. Én már nem is tudom, hogy érezzek Magyarországgal kapcsolatban, mert amit az interneten látok, az nagyon sokszor nagyon negatív. Mondjuk a Facebookon, mondjuk az negativitásra épül, azt ne is beszéljünk róla. De amikor barátokkal, ismerősökkel beszélek Magyarországon, a legtöbbjüknek relatív jó dolguk van. Tehát nincs az, mint amikor kijöttem, hogy egyáltalán nem lehetett megélni. De nem tudom, erről nem tudok sok mindent. Azt látom, hogy Dániában is egy picit nehezebb lett az élet, mióta minden így megdrágul. Én személy szerint nem nagyon veszem észre, de mindig is olyan voltam, hogy ha kicsit többet akartam költeni, akkor többet dolgoztam. Vagy hogyha nem engedhettem meg magamnak valamit, akkor lejjebb adtam valaminek a minőségéből. Szóval én nem nagyon érzem meg, hogy mi és mennyire drágult meg, mert én nagyon jól el vagyok még mindig. Na most arra gondoltam, hogy elmondok egy pár alapvető élelmiszer árat. Megnéztem egy átlag áruházláncnak a kínálatát, és nagyjából olyan középkategóriás, olcsóbb termékeknek az árát vettem, amit középárfolyamra átváltottam. Egy liter napraforgóolaj 975 forint, 1 kg cukor 621 forint, 1 kg toast kenyér, az a nagyon fehér, nagyon kocka, 404 forint, 1 kg, hát azt hittem a papíromra, hogy masszíva péksütötte kenyér, remélem el tudjátok képzelni. Szóval az olyan 2000 forint körül van egy kilója. Nagyon, nagyon sokfajta kenyérük van a dánoknak, nagyjából egy ilyen középár pékségben péksütött, nem tudom. Én nyilván a Lidl is elpusztíthatatlan tószkenyéren élek, és azért vagyok ilyen duci. 1 liter 3,5%-os dán tej, amit itt Dániában készítenek, dán tehenekből, nem a tehénből, hanem ami ki, mindegy, 681 forint. 1 kg szeletelt sajt, megint csak dán termék, szóval ez egy kicsit drágább, az import nyilván olcsóbb, 4960 forint. De nagyjából ilyen 4000 és 5000 forint között mozognak a kilóárai a sajtnak, ezt tudom, mert elég sok sajtot eszek. Imádom a sajtot. Felírtam a listára a tejfölt is, mert az laktat. 1 kg abból 18%-os dán tejfölből 2462 forint. Még ami nagyon ismerős lehet mindenkinek, azok az üzemanyag árak. 1 liter benzin 678 forint, és 1 liter dízel 637 forint. Na most ehhez képest az átlagkereset, mert ugye mindig mindenki ezt szokta kérdezni, hogy na de mennyit keresel, mennyit tudsz félrakni? Versenyautó mellett? Hagyjuk ezt.
De a dán adatok szerint az átlagkereset az bruttó 2,4 millió forint átszámolva, amiből nagyjából olyan másfél millió forint lehet az, ami nettó, de ez is egyéni. Attól függ, hogy mennyi az adómentes része, de sok mindentől függ. De szerintem azért ez egy kicsit magas. Nyilván ebben benne van minden hatalmas fizetés is, szóval én inkább azt mondanám, hogy a nagyon átlag-átlag az ilyen 1,5 millió forint körül van, mint bruttó fizetés. És nagyjából abból ilyen 1 millió forint lehet a nettó. Na most azt hozzá kell tegyem, mert ilyenkor mindig megtámadnak a fotelszakértők a kommentekben. Milyen jó hangzik, hogy ezt mondod, hogy több millió fizetés, de a szolgáltatás az rohadt drága. Igen, igen, a szolgáltatás az drága. Egy autószerelőnek az ára, ez is attól függ, hogy hol vagy. De 500-tól 1000 koronáig minden előfordulhat, 800 korona az ilyen középre be lehet lőni, akkor olyan 40 000 forint körül van óránként, hogy csak egy valamit emeljek ki, amit ismerek. De most ezt megint el lehet osztani, hogy százalékosan mennyit költesz rá, szerintem jobban kijön az ember, ezt mindenki eldönti maga. És az utolsó dolog, amiről beszélnék, az a lakhatás. Ugye ez sok embert érint, sok embert érdekel, mert mindenkinek kell valahol lakni. Ez olyan szinten változó, hogy nem is tudok egy átlagárat mondani erre. Nyilván attól függ, hogy hol laksz, úgy, mint például Magyarországon, Lendvidéken, meg Benpesten, teljesen más, de itt még hatalmasabbak a különbségek szerintem. Például az előző lakás, ahol laktam, az ilyen 60-70 négyzetméter volt, 250 000 forintból mindenestül megvoltunk. A mostani lakás, ahol vagyok, ilyen 120 négyzetméter, plusz a garázs, plusz a külterület, ami van nekem itt minden. Igaz, kim van az Isten háta mögött, a falu legvégén, és ez azért jó nekem, mert tényleg zöröghetek, amit szeretnék, meg minden, de iszonyatosan drága a fenntartása. Maga a bérlés az ilyen 200 000 forint körül van, de minden kiadással együtt, fűtés, energia, biztosítás, mindennel együtt, bőven 500 000 forint fölött vagyok havonta. De ez az 500 000 forint akár lehetne egy 50-60 négyzetméteres lakás, Kopenhága, Aalborg, Aarhus, belvárosában is. Szóval nagyon-nagyon sok függ attól, hogy milyen területen helyezkedsz el lakhatásügyileg. Ez mondjuk valamilyen szinten a munkában is igaz, tehát a fizetés is más, hogyha bemész a belvárosba. De szerintem abban nincs akkora hatalmas különbség, mint azokban az árakban, amit a lakhatásért kell adni. Hát nagyjából átfogóan hirtelen ennyi lenne a videó. Tudom, hogy több volt az információ rólam, mint Dániából ebben a videóban, de valahogy összeszerettem volna foglalni, hogy mi történt ebben az elmúlt két évben. Meg hát ez mégiscsak az én YouTube csatornám, azt gondoltam, aki megnézi, kíváncsi rám is. Kicsit, talán, kicsit. Ha tetszett a videó, természetesen iratkozz fel, mert ki tudja, valamikor lehet, hogy még lesz videó. Idén már nem, de ez is oda, hogy idén kijött még egy videó. Oszd meg, lájkold össze mindent. Ha TikTokon, Facebookon, ilyesmi helyeken szeretném megtalálni. A leírásban az összes social médiámnak ott van egy linkje, ahol megtalálsz minden kontentet. Tervezek most már a magyar TikTokomra is kontentet. Hát terveztem mondjuk az utóbbi másfél évben, mint ahogy YouTube videót is terveztem. De eljött, itt van, megérkezett! Szóval meglátjuk, szeretnék még ilyen videókat csinálni, meg mindenki rágta a fülemet azzal, hogy már el is felejtettem magyarul, meg hogy soha nem teszek ki magyar videókat, tessék, itt van. Remélem meg is nézitek. Remélem eljutottatok idáig, akik ezt mind mondták, megnézték és örülnek neki. Ezért is csináltam. Köszönöm szépen a figyelmet, a következő videóban bármikor, valamikor találkozunk. Sziasztok!